Sziasztok, a mai videóban híres youtuberekkel fogok kihívásokat teljesíteni. Nem. Ehelyett inkább ajánlok nektek egy kihívást. Van egy fickó, aki annak idején kétszeres fizika diák olimpikon volt, aztán ahogy teltek az évek, foglalkozott részecske fizikával, hálózatkutatással és elméleti idegtudománnyal. Emellett pedig bűvészmentalista. Ebből aztán lehet következtetni arra, hogy ha ellátogattok a blogjára, az biztos, hogy tele lesz jó tartalommal. És nem lesznek köztük sminktippek, vagy szét Instagram filterezett képek QI idézetekkel, mint ahogy kihívások sem. Ja, de azok lesznek. Gáspár Merse előd, így hívják a fickót, ugyanis valami kélyes gyönyört érezhet akkor, amikor agyibbasztó feladványokat tolhat az arcunkba, már pedig tolja is őket rendesen. Ez például karácsonykor rakta ki. Itt például az a feladat, hogy legfeljebb 4 gyufát kell áthelyezni úgy, hogy a végül kapott számoknak az összege 5000 vagy 10000 legyen. Bevallom, nekem eltartott egy darabig, amíg sikerült megoldani, viszont utána olyan érzés volt, mint... Nem, annyira azért nem. De azért élveztem az agymunkát, meg azt, hogy addig sem kell hasznosabb dolgokkal foglalkozni. Szóval a kihívás itt van, próbáljátok ki ti is. Ráadásul ez csak az első feladványa volt egy egész éves pontgyűjtő sorozatnak. Minden hónap közepén kitesz ugyanis egy új fejtörőt, amire e-mailben várja a megfejtéseket. Aztán az év végén összegzi a pontokat, és kiosztja a nyereményeket a legjobbaknak. A karácsonyfásra ma éjfélig tudjátok elküldeni a megfejtést. Tudom, hamarabb is kitehettem volna ezt a videót, de rövid idő alatt is meg lehet oldani, ha igazán ügyesek vagytok. Viszont a jó hír, hogy már a januári feladvány is kint van a honlapján, a linket megtaláljátok a videó alatt. Ha készen álltok a kihívásra, akkor oldjátok meg a feladványt. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha várjátok a következőt, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára. Ja, és még valami. Erősen gondolkodom abban, hogy csinálnék egy kvízjátékot veletek. Körülbelül úgy néz ki, mint amit a Szertár Podcastben csinálunk Habcival hétről hétre. Tehát én is felteszek egy kérdést, meg ti is feltesztek egy kérdést, aztán megküzdünk a pontokért. Írjátok meg, hogy egy ilyenben benne lennétek-e. Ez történhet telefonon, vagy Skype-on keresztül, vagy valami hasonló megoldással. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!